Fiúk, VS lányok, Roblox háború, ki tudjuk váltani ezt, hogy a fiúkkal vagy a lányokkal együnk, így én fiú vagyok, szóval a fiúkkal fogunk most lenni. Hey, kás, itt valami kis csalások történnek, szavazok, srácok, én a sajtóriszketők. Ez a videó csak arról szól, hogy itt a játékon belül a fiúk VS a lányok harcolnak egymás ellen. De kezdődött a játék, hiszen 15 perces periódusokban vannak, 15 percünk van arra, hogy legyőzzük a lányokat itt a játékon belül. Igazából ez a mi területünk, mint látjátok, ez itt kékül eléggé szépen, ott a mi kis táblánk, hogy boys, illetve a túloldalt vannak a lányok. Nem akarok most fejben ütölni, csak feljövök ide a kis a sniperünkkel átnézik, de van sniper a játékban, ő már jönne, már támad, amiket lőjük, lőjük, gyorsan kipukkasztok itt a nagy csórakát, a nagy felfújhatot. Hoppas, micsoda harcok, micsoda harcok lesznek. Átment az egyikre, és le fogja a fiút kardozni. Rasmanteo éppen lehívott egy atomrakétát. Hát erre nem szállítottam, nem tudom, ez honnan fog jönni. Mi történt? Én még ezt nem láttam a Robloxba. Egyszerre nem ránk irányult ez a rakéta, szóval spawnoljunk le egy hajót, hiszen ha leszpawnolunk egy hajót, akkor képzeljétek el az, hogy át tudunk evezni a többieket, át tudunk menni a lányokhoz. Haló, én akarok a sofőr lenni, élvek a sofőr, gyerek van, és akkor támadásra fel. Van ugye fiúk, VS lányok, Obi is, azt is kipróbáljuk a mai videóhoz elsőnek. Ez most nagyon népszerű itt a játékon belül. Egyben a kezembe is tudok hajózni, szóval az itt azért már jó taktikám van. A kikötőt nagyon-nagyon durván, óvatosan kell megközelíteni, hiszen szerintem ott egyből lekardoznak a lányok. Én húztam a kardomat, és csak így közelítettem meg a bázisokat, gyorsan kijövök ide, gyorsan kijövök ide, és már is lekardozott a Red. Coinba kell ez a jetski, szóval nekem van rengeteg coinom, gyorsan le is spórolok egyre, szerintem nem is kell, hiszen kaptunk alapból egyet. Ez a jetski sokkal, de sokkal gyorsabb. Supply drop it, kering fönt, akkor ellövöm a supply. Jó, ja, hogy az éppen le is szállt a tenger, akkor nem is kellett előni. Ebbe van a nagy jutalom, gyorsan, gyorsan. Jó, egy fiú van, csak itt a környéken az hátra nem lopja. Ugye ez a léghajó, akkor ne szórakozz, léghajó. Én fogom irányítani a léghajót, csak hogy lehet fölmenni? Betűvel megyünk föl, a Q-val lefelé, és a B betűvel tudunk bombázni. Akkor átjövök a lányok bázisára, és szét fogom bombázni. Figyeljetek már, hát ezt nem hiszem, kicsit magasabb rúgják, hogy ne tudjanak elérni. De pont jó, hiszen olyan magas ez az egész, az, hogy egyszerűen nem tudnak engem kilőni. És akkor ide följövök, és menjünk gyorsan a B betűn. B betű az egész. Itt, nézzétek már, itt állnak, akkor B betű. Hoppá, ott a bomba, ott a bomba. Vezetünk elképesztően gyorsan, ide is jövök, és akkor ide is ledobom egy gyorsan a bombát. Én ahogy folyamatosan spammel a bombákat, ahogy csak lehet, hiszen a lányok itt nagyon durván támadnak. Nem számítanak rá, hogy itt vagyok fölöttük, és le fogok most gyorsan ugrani, és a sniperra ellövöm, ellövöm. Nagyon jó karforgatok a lányok, szóval én próbálom őket célozgatni, de egyszerűen nem sikerül ide-oda. Roblox Grétát le tudtam szedni. Jaj, ne, ott a következő. Haló, már sisak van rajta, ő is megvan. Karforgatásban sokkal jobb, de én jobban lövök. 10 perc van hátra, és be kell foglalni a bázisokat. Oké, 75-öt sebeztem, segítettem a csapattársamnak. Föl, gyorsan föl kell menni a tetőre. Jaj, Redül megölte itt a csapattársunkat, de Redül gyorsan kilőtte. A lány beállt az oszlop mögé. A haja, a hajkoronáját el fogom lőni. Letörtek a bázisukra, a lányok már csak én segítetek, és királyt kilőttem. Vissza az összes csapattársukat, kira szétverte. Na jó, ezt megbosszultuk. Kikás, egy lány ott van, és be akar törni a bázisukra. Ott van egy ilyen felirat, hogy sneak. Van egy titkos barlang a kettő bázis köz, azt megnézzük. Nagyon kíváncsi leszek, gyorsan lemászok ide, és itt van a titkos bázis, de ő felünk van, csak nem tudom, hogy vér velünk van, de nem baj, át fogok sétálni a túloldalra. Azt a mekkora folyosó megy a lányokhoz, még 7 percünk van, és nagyon durán vezetünk. Missing, itt valakit elhagytak, ez a kis békőhajó valahol eltűnt. Aj, jönnek szembe a lányok, ezt nem hiszem el, lövöldözése fel, de valami nem viszel, addig a fegyverem nem ár. 85-ször eltaláltam, azt még egyszer se adta benne, a végre 75 is kirát kilőttem. Szíves terepen vagyok, srácok, szurkoljatok, hiszen már bekanyarodtam, és már csak most fogok fölmászni a létre, hogy itt valaki lepotja belém, akkor egyből engem le tud kardozni, de próbálj meg a felmászást, próbálj meg a felmászást, nálam van a jó kis kardom, oké, gyorsan bebújtam ezt meg, itt vagyok a lányok bázisa, nem tudják a lányok, hogy itt vagyok, jaj, de hányan jöttünk, gyorsan kirát lőjük, kira megvan, itt vagyunk most már, úristen, hány fiú átjött, figyeljétek, már négyen itt vagyunk, semmi esélyük ellenük, 75 hit megint, 75 Mariska is megvan. Próbálom a kikötőt is gyorsan elfoglalni, de senki nincsen itt, hát meg... Ja, hogy senki nincsen itt, hát azért, mert mennek már hozzá, vigyázzat! Őt is kilőttem, így megfürdött egyből ott a cápák közt. Én kérek elnézést, vannak minket levadászni, és utána ugrándoznak le hozzánk. Jaj, mozognom Kaidon, oké, kira megvan, ő meg hátrán, lőjük el, Mariska is megvan újra, ott van fönt a következő. Hát nekem a fegyverrel kell lennem, mert a kardon nagyon béna Géza vagyok. Azt ott hátul, ott célozgatnak a lányok, hát én erre nem számítottam, ezért
én... Jaj, ne, oldalról is betámadtak. Ott kempel mindenki. Kezdtek a lányok autókkal, szóval gyorsan, gyorsan, csatára fel, segítenem kell a többieknek, hiszen azért nekünk is jó sok pontjuk van, igaz, hogy mi vezetünk, de innen oldalról megkerülik az egész helyszín, még ott ugrálnak valamerre sokan. Hoppácska, megint ketten jönnek, ezt nem hiszem, mert kapta a 75-öst, kapta a 75-öst. Azért a szívecskék egy kicsikét elárulják azt, hogy merre járkának. Rassolják a mi bázisunkat, szóval lőjük, 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 a szívecskések elővették a kardjukat. Azt a lefogyasztotta őket a csapattársunk, szép volt. Megjött nekik az erősítésük, szóval oda kell figyelnünk már megint, ők most már autóval jöttek át a túloldalra, ez a fa mögött vannak. Erre ide ne bújkáljál, ne bújkáljál. Megjött az erősítésük, megjött azért is már az a ezek el akarnak ütni minket, ezek bolondos sofőrök el akarnak minket ütni. 75 is meg a kofát ki tudta ütni, most akkor én is autóval berássolok. Kéne próbálni, hogy az ellenfél autójában be tudok-e szállni, hiszen szerintem az elképesztően menő taktika lenne, ha beépülnék ugye az ellenfél autójába, és nem tudnák, hogy itt vagyunk. Szépen én lenne, hogy figyeljünk arra, hogy nehogy kiszálljon, hiszen a többieket kell most nekem előri. Bejövök ez a kis védelmi zó... Jaj, ne, rengeteg autós van. És ő meg kiszáll, ki akar minket lőni? Át akar verni minket, na lőjük, lőjük, ugrálám ide, oda, ugrálám. Hoppácska, mellé lőtt egy picit, de hogy célzás, célzás. Ez az, megvan, Aisze, Kaisze, és már jönnek újra, jön az erősítés. Így lágy ellen vagyok egyedül, ami hát ez eléggé durva lesz. Ő meg most gyorsan töltötte is a HP-ját, oké, okay, megvan az egyik. Nézzük a következőt, oké, okay, megvan a második. Jó, 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 ő meg nagyon ugrál, egy hit megvan, egy hit megvan. És várjunk csak, nehogy közelben jöjjön. Hogy tudják mindig magukat hílelni? Megvan Milén csonka, megvan, ő is megvan. Hú, aratunk, sajtok. Egy lövés kell annak a hölgynek is, és megvan Aisze, Kaisze. El akar ütni, vigyázzat, vigyázzat. Hoppácska, mi van kira? Tudok klémelni, hogy öttel gyorsabban futok. Hoppácska, hát ez nagyon király. Sokkal, de sokkal gyorsabban tudok a többiekkel ráfutni. Hoppá, vigyázzuk a tetovált lány megvan, temzlő. Edde is megvan, és újra a tetovált lány ugrá felé, és most az utolsó bevetésemre neki megyek karda, vajon sikerül -e? És sikerült! Már nem nekem adtam benne semmi baj, én is rákardoztam, és vége van, srácok, a meccsnek 3, 2, 1, és vége a mérkőzések, és nézzük meg, hogy ott vagyunk a top listán, vagy nem vagyunk ott a top listán. MVP 62 kill, hát ez kamu, hát egyet nem tudtak volna lőni. A lányok nyertek itt az MVP listán, de úgy a fiúk nyerték a meccset. Szurkoltam a lányoknak, és természetesen itt a sajtók között voltak lányok is, fiúk is, és hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találjátok,